Sziasztok, kedves barátaim! Rég nem találkoztunk, most szeretnék nektek egy kicsit mesélni. Sétálunk Krisna völgyben. Nagyon szép kis tavacska, vagy folyócska igazából, Yamuna, ahol majd, most nem lehet látni, de ott van sok kis kacsa, vagy nagy kacsa. A boldogság útjáról gondoltam egy pár mondatot fogok nektek mesélni. Erről szervezzünk majd egy kis tréninget, hogy hogyan ember a frusztrált, boldogtalan kudarc állapotból fel tud kerekedni a boldogság állapotára. Ennek van 5 féle szint. Tavaly egy kicsit beszéltem ezekről a tudott szintekről, és ez igen, erről lesz szó, de ez egy tréning lesz, nem csak egy ilyen kis beszélgetés, amit videóban elmondom, most is elmondom, és utána, hogyha van valami, ha valaki látja benne fantáziát, érdekel, tetszik nektek, akkor erről lehet majd, Hare Krishna, lehet tartani egy kis tréninget. Következő, első szintről ma fogok beszélni, ahol általában sok ember, főleg gyerekkori szint ez, amit most említünk. Hare Krishna. És ez úgy hívják, hogy Annamaya. Az Anna az azt jelenti, hogy ennivaló. Az a szint, amikor ember csak arra gondolja, hogy én létezek, én vagyok a központ, és enni, aludni, főleg ez a kettő nagyon érdekel, ugye, mint a kis gyerekeket. Mit érdekel kis gyerekeket? Enni, aludni, ugye? És minden folyik körülöttünk, körülöttük automatikusan, minden történik. Amikor tele van, hogy mondjuk nedves lett, a pelenka kell sírni, akkor már automatikusan lesz csere, mikor kinyitja a száját, hogy éhes, akkor rögtön kap ennivalót, szóval minden automatikusan történt. És ez egy természetes dolog, de nem természetes, mikor valaki felnőtt korban és ilyen szinten próbál maradni, kapaszkodik. Igen, sajnos most nap mögöttem van, ezért az arcom sötétségben van egy kicsit. Így most hátrafele megyünk, hogy világítson. Szép hátra látom, az ég sokkal szebb, mint azzal, ott sokkal szebb. Ott ilyen szürkésebb, ott pedig ilyen kékesebb. Aha, nagyon jó. Oké, és ez a személy, ő általában arra várja el, hogy mindenki alkalmazkodjon hozzá, mint a kisgyerek, ugye? A kisgyereknek ez természetesen. Ez a személy azt gondolja, hogy ha valaki nem változik, vagy nem alkalmazkodik, akkor az ellenségem. Hogyha valaki máshogyan gondol, mint én gondolom, akkor lesz ellenségem. És ő nagyon meg tud sértődni, bánkódik, és nagyon nem tud viszonyokat építeni. Miért? Mert ő csak elvárja, hogy nekem adjatok, rólam gondoskodjátok, rólam gondoljátok, rólam emlékezzétek, és én is ezt csinálom, magamra gondoskodok, magamra emlékezek, magamra gondolom. Szóval ez egy probléma ezzel a személlyel. De mi viszont vannak törvények a viszonyoknál, hogy akkor boldog lehetsz, amikor adsz. Amikor csak gyűjteni akarsz, akkor frusztrált lesz. És ez a személy sajnos ő frusztrált. Ugye ő nem hiszi Istenbe, inkább ő a, hogy mondjak, a világ központja, az univerzum központja, ami körül minden forogjon, ő inkább így gondolja. És ennek nagyon sok hatása lesz. Az, hogy elfordulnak előbb-utóbb tőle emberek, mert egyszerűen nem lehet vele megbeszélni dolgukat, mert ő rögtön megsértődik hisztét, és nem hajlandó belátni, nincs ez a képesítése igazából, ő még ebben, ezen a szinten nem képes belátni, hogy én hibázhatok. És ezzel nem lehet vele mit csinálni, addig, ameddig mi fog történni utána. Utána, mellette, mivel ő azt gondolja, hogy mindegy,
hogyan csinálják, csak én nekem legyen jó, én legyen elégedett, akkor egyik ugye a kapcsolatok probléma, a másik az egészséggel lesz probléma, mert a szervezetünk nem, mint a kapcsolatok, egy törvényféleképpen működnek, ugyanakkor a szervezetünk is törvényszerűen működik, ezért, mivel össze-vissza eszik a szék, akkor még az egészség is tönkre megy. Akkor vagy elhízás lesz, elsavasodás, cukorszint, sok minden probléma lehet ilyenkor. Egyszer csak zsákutcába kerül, és lehet, hogy mély depresszióba kerül. Azok a szerencsések, akik ebbe depresszióba kerülnek, nem mindenki, de azok a szerencsések, akik elkezdnek gondolni, miért van ez velem? Mit kell csinálnom? És kezdenek nyitott lenni. Ilyenkor ők kezdenek kutatni, keresni, hogy valójában mi is a probléma, mi a baj. Kezdenek a fájdalmak után, már mivel látjuk, hogy ez tényleg így nem működik, itt kell valamit csinálni, változtatni, akkor nagyon-nagyon lassan kezdenek nyitott lenni a tudásra. Finoman. Szóval ez a egyik szint, Anna Maja, amiről most meséltem, fájdalmas szint, nincsen boldogság ezen a szinten, torzítva látja a helyzetet a világról, az emberekről, hogy én elvárja mindenkitől mindent, nem vallja be saját hibákat, mindenki hibás, mindenki buta, ostoba és így tovább, és szenved. Akkor ez az első szint, ami erről beszéltem ma, majd a következő videóban beszélek másik szintről, pranamaya szintről. Írjátok a kommenteket, találkoztatok-e ti ilyen szituációkkal, vagy esetleg ti is voltatok valamikor ilyen helyzetben? Oké, köszönöm szépen, tegyitek lájkokat, ne felejtsetek el, nem nehéz munka, viszont hogyha tesztek lájkokat, akkor jobban elérhető lesz többi számára a videó. Írjátok kommenteket, és hogyha érdekel a folytatás, írjátok a kommenteket, rendben, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!